Vendégünk Szelényi Zsuzsanna, az Együtt országgyűlési képviselője, aki egyébként elnök jelöltje is a pártnak a közelgő tisztújításon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Miért gondolta úgy, hogy indul, amikor a jelenlegi elnök már majdhogy nem átadta a stafétát Juhász Péternek, és azt mondta, hogy ő azért akar hátralépni, mert hogy több szavazatot majd Juhász úrral lehetne szerezni a párt számára? Mindenki tisztában van az együttben azra, arról, hogy most valamit lépni kell, és ez egy olyan pillanata a választások előtt, amikor erre lehetőség van. Ez a párt széles tagságában magától értetődő, hogy lendületet kell szerezni, és hogy ezzel kapcsolatosan ezt hogyan csináljuk, és ez miről szóljon, és milyen személyek formájában mutatkozzon meg, arról többféle elképzelés van, és erről folyik most egy széles körű belső pártvita. Ja, ön arról beszélt korábban, hogy más karaktert és más politikai tartalmat akarna adni a pártnak. Ez mit jelentene? Gondolom úgy ért, hogy egyfelől a szigetvári féle időszakhoz képest is mást, meg a Juhász Péter által fémjelzett ígérethez képest is mást. Hát formálisan most ugye Juhász Péter és én vagyunk a elnök aspiránsok, tehát nyilvánvalóan mi megtestesítünk különböző politikai attitűdöt. Akkor másképp kérdezem, mennyiben lenne más a pártnak a karaktere és a politikája, hogyha ön lenne az élén? Én úgy gondolom, hogy az együttnek, ahhoz, hogy az együtt brendje megerősödjön, amire mindannyian vágyunk, ahhoz tartalmi kérdésekben is erősebbet kell mondani, és én erre teszek a pártnak javaslatot. Erről nagyon sokat vitatkozunk most, egy nagyon széles körű, belső, jó hangulatú kampány zajlik. Tud mondani egy tartalmi kérdést, amiben ön erősebben fogalmazna, mint ahogy eddig, mint ameddig eddig az együtt el volt hajlandó menni? Az együtt nagyon jó kormánykritikában, amit én mondok, az az, hogy milyen pozitív országkép az, amit nekünk ki kell domborítani. Én azt gondolom, hogy az együttre akkor fognak szavazni az emberek, és ugye mi önálló listával készülünk a választásokra, tehát mi saját erőből próbálunk a politikai térbe magunknak utat vágni. Ahhoz azt is el kell mondani, hogy mit szeretnénk másképp. És az én elképzelésem az én is sok-sok mindenki más szerint, ugye ma ezek a finom bizonytalanságok határozzák meg az embereknek az életét. Túl sok nyitott kérdés van körülöttünk, és az egész világban is, és én olyan javaslattal kampányolok, ami ezekre ad valamiféle megoldást. De most azért az ellenzéki szavazók egy jelentős részét legjobban az foglalkoztatja, hogy a 18-as választásokon lesz-e együttműködés, vagy nem lesz együttműködés, ha lesz, akkor milyen mértékű együttműködés, és hogy ezzel vehetnek-e egymástól el szavazatokat és esélyeket, vagy nem. Jól értjük, hogy önnek ebben a kérdésben nincsen alapvetően más álláspontja, mint a párt eddigi vezetésének, vagy akár Juhász Péternek, aki ugye a vetélytársa ebben az elnökségért folyó versenyben. Nekem az az álláspontom régóta, hogy ez egy ugyanis valójában tényleg sokak számára érdekes vita, de nem ez az, ami miatt az emberek egy pártra vagy a pártcsoportra szavaznak. A 2014-es választásokon nagyon nyilvánvalóan bebizonyosodott, hogy az összefogás vagy nem összefogás ténye az önmagában nem mobilizálja az embereket, hanem mindenki arra kíváncsi, hogy mit fogunk csinálni utána. És én szerintem erről nekünk határozottat kell mondani. Na de ha megnézzük, hogy most hogy mérik az együttet a közvéleménykutatók, akkor azt látjuk, hogy a külön listával indulnak, és most ezt szeretnék, ugye, mindannyian ezt mondják, akkor óriási esély van arra, hogy ezek elveszett szavazatok legyenek. Hát erre bőven van még idő, hogy ezeket a taktikai jellegű kérdéseket végig gondoljuk. Én azt gondolom, hogy nincs jó politika csinálása anélkül, hogy valaki egy alternatív Magyarország képét föl tudja vázolni ahhoz képest, amelyet Orbán Viktor csinál. Ugye ön azt is mondta az egyik interjújában, ugye ennek a szövetségkötési témának a körüljárásakor, hogy ráadásul, ami az MSZP-t illeti, a párt olyan terheket hordoz, amelyek sok tekintetben számunkra nem vállalhatóak. Ugye ez is, mintha azt vetítené elő, hogy egy ön által vezetett együttől azért olyan nagyon szoros együttműködést az MSZP-vel nem várhatnak, ami hát érdekes elgondolás, hogy ha az MSZP-ről ilyeneket nyilatkoznak, akkor az MSZP miért segítse önöket abban, hogy külön listát tudnak például indítani? Miért kellene, hogy az MSZP ebben bennünket segítse? Hát azért, mert ahhoz, hogy egyáltalán tudjanak országos listát állítani, ahhoz nyilván kellenek megegyezések egyéni körzetekben. Tehát valamilyen fajta együttműködés ehhez szükséges lesz, mert a koordinált jelöltállításról önök sem mondanának le.
az, hogy mi elinduljunk magunktól, ahhoz az kell, hogy mi annyi jelölttel rendelkezzünk, és olyan programmal, amiről már az előbb is beszéltem, hogy az az emberek számára vonzó legyen. Hogyha ilyet egy párt nem tud előállítani, akkor persze, akkor sem maga, sem együttműködésben nem nagyon tud jó eredményt elérni. Tehát ezek a dolgok sok tekintetben függetlenek egymástól. Ezek taktikai kérdések, és én nem gondolom, hogy ezek ma igazából időszerűek volnának. Egy másik időszerű kérdés, és ennek most semmi köze a magyar belpolitikának a baloldali együttműködése vonatkozó részéhez, az az, hogy mi van a magyar-orosz kapcsolatokkal, és ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter hát érdekes nyilatkozatot tett az elmúlt napokban, mert egyrészt adott egy adatot, hogy mennyit veszített Magyarország az orosz szankciókor, azt mondta, hogy 3 év alatt 6,5 milliárd forintba került ez az országnak, másrészt arról beszélt, hogy nagyon reméli, hogy a közeljövő csúcson döntés születik ezeknek a szankcióknak a felfüggesztéséről. Mit gondol erről, hiszen ezzel a témával sokat szokott foglalkozni? Én úgy látom, hogy a magyar kormány Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel az élén elég jelentős félreértésben van a tekintetben, hogy Oroszországgal kapcsolatban mi a sikeres magyar politika, mi az, ami a nemzeti érdek. Úgy beállítani, hogy ez a kapcsolat, ez egy pragmatikus kapcsolat, ami gazdasági kérdéseken múlik alapvetően, ez szerintem ez egy súlyos félreértés, vagy pedig óriási hiba. A magyar-orosz kapcsolatoknak nem az az elsődleges lényegi eleme, hogy adott esetben milyen kereskedelmi forgalmat bonyolítunk, és ez mondjuk a szankciót miatt adott esetben mennyi kárt szenved. Ez egy fontos kérdés, de a mi Magyarország és Oroszország közötti politikai, külpolitikai viszony az alapvetően nem kereskedelmi természetű, hanem az politikai természetű, és mindig is annak kellene ezt vezérelnie, hogy Oroszország és Magyarország történelmileg milyen kapcsolatban volt. Oroszország az egy nagy hatalom Magyarország szomszédságában, amely mindig is arra törekedett, hogy a körülötte lévő kisebb országokat valamilyen formában a befolyása alatt tartsa. Ez az elmúlt 25 évben számunkra először a történelem során, vagy hosszú évszázadokon nem így van. Amióta Magyarország szabad ország, független ország és az Európai Unió és a NATO tagja, azóta mi egy biztonságosabb környezetben vagyunk, mint mindaddig előtte. Oroszország azonban továbbra is egy terjeszkedő hatalom, az elmúlt 10 évben ez nagyon látványos is volt. Ez a terjeszkedés ez most nem elsősorban haderővel történik, hanem alapvetően nagyon jelentős gazdasági érdekeltségeket szereznek, ez nem a kereskedelemről szól, hanem arról mondjuk, hogy milyen módon, mennyire adják nekünk a gázt, hogyha nagyon olcsóért adják egy szomszédos országnak a gázt az oroszok, akkor ahhoz tulajdonképpen szoktak bizonyos feltételeket szabni, például kérnek egy atomerőművet, például azt mondják, hogy a gáztározóknak egy részét ők hadd szerezzék meg, vagy ha olaj-gázvezetéket építenek, az legyen az ő tulajdonuk, és ha ilyen tulajdonok keletkeznek egy országban, az az ország Oroszországtól a továbbiakban nem független. Tehát itt ez egy félremagyarázás, és mondom, szerintem politikai hiba a magyar kormány részéről, hogy ezt egy ilyen bizonyos értelemben felületes kereskedelmi kérdésnek állítják be. Itt sokkal súlyosabb dolgokról van szó. De nem változik-e ez a nemzetközi helyzet elég alaposan akkor, amikor a megválasztott amerikai elnök is olyasmikről beszél, hogy hát nem biztos, hogy nem lehet eltörölni ezeket a szankciókat, meg kell látni, hogy tudunk-e jó megállapodást kötni az oroszokkal ilyen témában, és akkor ugye rögtön javaslatai is vannak arra, hogy például mi lenne elfogadható. Szerintem ezek nagyon aggasztó fejlemények. Egy olyan világban, ahol Európát érintő kérdésekről, és ugye az ukrajn válság miatt indultak ezek a szankciók, tehát ez Európát érintő kérdés, az Egyesült Államok és Oroszország mondjuk úgy alkudzik meg, hogy abba európai országok, az Európai Unión nincsen bevonva, az tulajdonképpen felveti egy bipoláris világrendszer, legalábbis Európa számára egy bipoláris rendszernek a létezését, és ebben, ilyen értemben Magyarország mindig az orosz érdekszférába szokott tartozni. Szerintem ez egyáltalán nem megnyugtató. Másfelől azonban ugye Orbán Viktor és Szijjártó Péter és kormánypolitikusok nagyon büszkék arra, hogy milyen módon sztárolta a mi miniszterelnökünk Trump
esélyeit már korábbi hónapokban, és ugye erre ma is mindenféle megjegyzéseket tesznek, pozitív megjegyzéseket. Ehhez képest mondjuk Románia kormányzati vezetői már a Trump beiktatásán ott voltak, és más európai vezetők is, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy valami speciális viszony lenne kialakulóban Magyarországgal. Az is egy másik félreértése a magyar külpolitikának a jelen pillanatban, hogy Magyarország tényező az orosz viszonyok, az európai és orosz viszonyok formálásában, ahogy Szijjártó Péter ezt nyilatkozta, hogy mi, Magyarország szeretne lenni egy ilyen motorja ennek a viszonynak. Erre Magyarországnak semmiféle esélye nincsen itt. Az oroszoknak Németország és Románia és Lengyelország sokkal fontosabb. Azért az látszik, hogy a kapcsolat jó, ugye Vlagyimir Putyin meglehetős gyakorisággal látogat Magyarországra, és a magyar kormány egyébként sem csak arról beszél, hogy Magyarország fontos ebben a relációban, hanem hogy a mi országunk számára szerintük nagyobb mozgásteret és szabadságot ad az amerikai politika változása, nyilván orosz a relációban is. Én azt gondolom, hogy ez nem így lesz. Erre mondom azt, hogy szerintem ez egy félreértés, és szerintem a szereptévesztés a magyar politikai vezetők vonatkozásában. Magyarországnak, és egyébként az összes régióbeli kelet-európai országnak az euróatlanti intézményrendszer az egyetlen, ami komoly biztonságot tudna adni, ahogy ezt eddig is történt az elmúlt két évtizedben, és hogyha a világ bizonytalanabbá válik a közeljövőbe, és erre van esély, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy Donald Trump milyen típusú külpolitikát fog csinálni, és annak mit lesznek a prioritásai, ellentmondóak az Oroszországgal kapcsolatos megállapítások, és egyszer ez hangzik el, egyszer az. Ebben a játéktérben nekünk az Unió és a NATO a horgonyunk, és a magyar kormánynak ezeket az intézményeket kellene fejleszteni, hiszen valóban az a helyzet, hogy most ezek nem néznek ki elég jól. De semmiképpen nem az a dolgunk, hogy mi ebből megpróbáljunk kijátszani. Ez nem lesz sikeres. Egy gyors kérdés még, mert lejárt az időnk, csak visszatérnék azért valamire, amit az előbb mondott, mert erősnek tűnt hirtelen, hogy ön azt mondja, amikor az olcsó gázról beszél, hogy az ilyesmi atomerőművet szoktak kérni, hogy a magyar rezsicsökkentésnek volt az ára például az, hogy legyen egy paksi bővítés? Én azt gondolom, hogy ez elképzelhető. Ez elképzelhető, ha tudunk mondjuk Moldovát, Ukrajnát, Grúziát és más kelet-európai országokat tekintünk, ahogy nagyon világos logika szerint működnek az oroszok. Minél közelebb van hozzájuk egy ország, annál drágábban kínálják az elsődleges szénhidrátokat, az energiaforrásokat, amiket mindenki tőlük vesz, és ennek mindig magas ára van. De Magyarországnak egyébként nem kellene Oroszországnak vásárolni mindent, ma már az energiapiac sokkal nyitottabb, és nekünk arra kellene törekedni, hogy máshonnan is szerezzünk. Sajnos most megújuló energiaforrásokról már nem tudunk beszélgetni, mert lejárt az időnk, de köszönöm, hogy itt nagyon köszönöm én is.